Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy szerda van, örülök, hogy tanultunk. Bekapcsoltam mindent, lehalkítottam, hogy ne legyenek hangok, amik kísérnek minket. Úgyhogy szerintem jók vagyunk, és akkor lassan el is tudjuk kezdeni. A mai napon másodszorra készülünk Purim ünnepére, ami most már nagyon-nagyon közel van, mivel hogy vasárnapra esik Purim ünnepe. Ez azt jelenti, hogy szombat este fogjuk hallani egyszer a Eszter könyvét felolvasva, és vasárnap nappal pedig 4 micvát, 4 parancsolatot fogunk csinálni. Az első az még egyszer meghallani a Megillát, a második az az, hogy szegényeknek adakozunk, 2 szegény embernek, a harmadik az, hogy barátoknak ételajándékot adunk, egy csomagba 2 fajta étel, amit rögtön meg lehet enni, tehát nem lehet mondjuk liszt. És az utolsó pedig az ünnepi lakoma, ami pedig délután szokott lenni, és akkor az egész estére is tud folytatni, azt utána lehet ott sokáig ülni, és beszélni az ünnepről, és ünnepelni. Szerintem minden zsinagógába, vagy majdnem minden zsinagógába megszervezésre kerül egy ilyen lakoma. Vasváriba például 5:30-kor kezdődik, és tudom, hogy lesznek érdekes tanítások, finom étel, jó hangulat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel az összes purimi lakomán. A mai napon egy érdekes témánk lesz, mivel még egyszer Purimmal kapcsolatban kerestem valamilyen tanítást, és találtam egy érdekes tanítást, ami arról szól, hogy mi a különbség a héberek és a zsidók között. Ami szerintem mindig is egy izgalmas téma, mert ugye sajnos manapság előfordul, hogy zsidó, azt a szó, hogy zsidó lehet nem pozitív módon is használni, és akkor velem például előfordult, hogyha valaki szerette volna mondani, hogy ugye te zsidó vagy, de nem akarta kimondani azt a szót, hogy zsidó, mert azt hitte, hogy ez egy csúnya szó vagy valami, akkor azt mondta, hogy héberek vagytok. Persze vállaltam, hogy zsidók vagyunk, zsidó az nem egy csúnya szó, az a mi nevünk. Az, hogy voltak olyanok, akik ezt csúnya szóként használták, ez az ő problémájuk. De akkor is ez egy érdekes kérdés, hogy mi a különbség a héberek és a zsidók között. Minden gyerek, aki tanul Jákobról, akit úgy hívtak, hogy Izrael, az volt a második neve, tudja, hogy a Jákobnak volt 12 fia, amiből lett 12 törzs. Eleinte, amikor beszélünk erről a népről, ami keletkezik, akkor úgy hívjuk őket, hogy Ivrim, ami azt jelenti, hogy héberek. De valamennyi év után azt látjuk, hogy elkezdtük őket hívni Jehudimnak, ami pedig zsidók. És az a Jehuda szóból származik, Jehuda törzse. Vagyunk-e mind Jehuda törzsből? Nem. Biztos, hogy nem. Akkor miért hívjuk az összes zsidót zsidónak, Jehudimnak, és nem maradtunk azzal, hogy héberek? Ahhoz, hogy ezt megértsük, a purimi történet fog segíteni. A mai napon kaptam kis segítséget Irka Firka, a babától, ő is segített nekem készülni, úgyhogy így nekem is színes papírom van ma. A mai tanítás az egy nagyon érdekes tanítás, 2 részből áll. Az első részét a 6. Lubavitchi Rebbe mondta, 1941-be, amikor először volt Purimot New Yorkba, és beszélt erről, hogy mi a különbség zsidók és héberek között, egy alapszinten,
És utána ezt bővítette a Rebbe, a hetedik Lubavitchi Rebbe, 1971-ben, pontosan 30 évvel később, ugyanezt a témát felhozta a Rebbe Purim ünnepén, és bővítette. Szóval kezdjük a hatodik Rebbe tanításaival. Ugye, tudjuk, hogy Purim története úgy kezdődik, hogy volt egy, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, akit úgy hívtak, hogy Ahasvéros. Ő király volt Hodútól egészen Kusig, ami 127 ország volt, és ebbe benne volt az egész világ. Az összes ország, ami akkor létezett, ami ismert, 127 ország, az Ahasvéros mindaz összesen uralkodott. A zsidók a bábiloniai kivonulás, nem kivonulás, Galut, amikor elvitték őket, Galutba voltak, amit a bábiloniaiak elvitték őket Izraelből, és ők szét voltak szorva rengeteg országba, Ahasvéros birodalmán belül, ugye, mert az az egész világ volt. Ez kb. 50 év a szentély lerombolása után történik. Szia! Voltak olyan országok, ahol jól érezték magukat a zsidók, mert beismerték, megismerték, hogy milyen okosak és milyen ügyesek, és akkor keletkeztek kapcsolatok, és voltak olyan országok, mint mindig, ahol csúnyán viselkedtek velük. Ilyenkor az Ahasvéros egy nagyon érdekes király volt. A Talmudban látjuk azt, hogy írva van, hogy okos király volt, ugyanakkor máshol pedig az van írva, hogy buta király volt. Hogy lehet buta és okos? Úgy, hogy egy elég különleges személyisége volt. Először is ingadozó volt, azután arrogáns volt, saját szemében nagyon okosnak tartotta magát, és nagyon hirtelen haragú volt. Tehát nagyon gyorsan meg tudott haragudni, és ilyen hirtelen reagálni. Tehát az igaz, hogy volt benne valamilyen ügyesség, okosság, de ez össze volt keverve valamilyen rossz tulajdonságokkal. Amikor az apja Dáriavesz volt a király, azt hiszem, hogy magyarul úgy hívják, hogy Darius, és az Ahasvéros ideje elején is, elég jó időszak volt a zsidóknak, volt munkájuk, volt megélhetésük, és ahogy teltek, múltak az évek, minél jobban érezték magukat a zsidók ebbe a perzsiai birodalomba, annál jobban asszimilálódtak. Ami azt jelenti, hogy szép lassan elvesztették a kapcsolatot a Tórával, a micvákkal, és belekavarodtak az ottani emberek életében. Ugyanúgy buliztak, mint a szomszédok, ugyanarra jártak, mint a szomszédok, ugyanúgy öltöztek, mint a szomszédok, stb. Stb. Ebben az időben az Ahasvéros csinál egy nagyon nagy lakomát. És ebben a lakomában meghívja Susán főváros minden lakóját 7 napon keresztül egy gyönyörű lakomára, ahol minden gyönyörűen ki van téve, és gyönyörű edények vannak, és minden nagyon szép. Mire jó az ilyen fajta lakoma? Az Ahasvéros sok több háborút is vívott ahhoz, hogy átvegye az egész világot, és a zsidók nagyon aktív emberek voltak a birodalomba, tehát ők is segítettek a győzelembe, ki, milyen módon, és ők kaptak mindenféle jutalmakat azért, hogy segítettek, és mindenféle fontos feladatokat Ahasvéros birodalmában. És mindig, amikor az Ahasvéros valamit megnyert, és nagyon boldog volt, akkor megszervezett egy ilyen nagy lakomát, mindenkit meghívott, és az volt a terv, az volt a stílusa ennek a lakomának, hogy mindenki jól érezze magát. Tehát azt mondták a szolgálóknak, hogy úgy kell
ezt csinálni, hogy mindenki kapjon azt, amit kér. Aki ilyen ételt kér, ilyen ételt kap. Aki olyan italt kér, olyan italt kap. És a zsidók elveszítették magukat ebbe a buliba. Természetesen az egy dolog, hogy lehetett kérni kóser ételt, de a stílusa az egész dolognak nagyon rossz volt. A viselkedés és a fajta parti, ami ott ment, az nagyon nem zsidós volt. De az, hogy a király annyira tiszteli őket, és annyira megköszöni nekik a segítségüket, és ez a nagy sok nyeremény, amit az Ahasvéros nyert, ez bevitte őket ebbe a fajta életbe, és sokan elengedték a sábeszt, a kóserságot, a mikvét, a tfilint, stb. És most találkozunk az első zsidóval. Nem az első héberrel, az első zsidóval. Azt mondjuk, hogy zsidó ember volt Susán fővárosban, és a neve Mordechai volt. Régen ugye sohasem hívtunk senkit zsidónak, mindenkit hébernek hívtunk, mint például az Ávrám, amikor jött hozzá hogy hívták? Og, jött neki szólni, hogy a Lot fogságban van, akkor az van írva, hogy elment a héber Ávrámhoz. Tehát az Ávrám volt az első, akit hébernek hívtak, és azóta az egész zsidó nép héberek voltak. Tehát mindenki, aki héber, az azt jelenti, hogy ő az Ávrámnak a leszármazottja. Az Ávrám volt az első, aki megismerte, hogy egy Isten van a világban, és valamilyen szinten ő egy másik oldalon volt, mint mindenki más. Tehát az egész világ egy oldalon volt, és az Ávrám egy másik oldalon volt. Héberül az oldal, az az Ever. És akkor ő az Ivri volt, a héber, aki a másik, a túloldalos. Aki máshogy gondolkodik. És mi mindannyian vagyunk neki a leszármazottjai, a héberek. Az a szó, hogy héber, az egy nagyon pozitív név a zsidóknak, és ez azt jelenti, hogy mi jók vagyunk, hogy mi képesek vagyunk feláldozni az életünket azért, hogy jó héberek legyünk, és így sok éven keresztül léteztek a héberek. Mindenféle időszakokban, mindenféle veszélyekben megtartották az identitásukat, a fiatalok, az idősek, hogy mi héberek vagyunk, és ez azt jelenti, hogy egy Istenünk van, és Tóránk, és a micvák, a parancsolatok. És ez mind nagyon jól működött, amíg nem érkezett meg az az időszak, amikor a zsidóknak is lett saját királya. És ez a dolog, hogy a zsidóknak lett saját királya, ez egy elég érzékeny pont a zsidó történelembe, vagy a héber történelembe, mivel hogy az Istennek nem teljesen tetszett ez az ötlet, mert mondta, hogy én vagyok a királyotok, miért kell nektek másik király, de mondták, hogy minden más népnek van királya, legyen nekünk is királyunk. De az a baj, hogy amikor lett nekik saját királyuk, megváltozott az identitásuk. Kik vagytok? A héberek. Mit jelent az, hogy héberek vagytok? Eddig azt jelentette, hogy mi, nekünk van az Istenünk és a Tóra és a micvák. Most a héberek azt jelentette, hogy ez egy politikai név volt. A héberek, hát mi vagyunk azok, akik Izraelben lakunk, és ez a mi királyunk. És hirtelen az identitásnak nem volt olyan kritikus része a vallás, mert politikai módon is, állami módon is meg lehetett magyarázni, hogy kik vagyunk mi, héberek. Az egész világ tudta, hogy a zsidók, vagy a héberek, az Ávrám leszármazottjai, ők a kiválasztott nép, az Isten népe. De amikor kijött az első politikai héber, az állami nemzeti héber, és elkülönítették az Istent az identitásukból, akkor történt az, hogy lett kétfajta héber. Lett a héber, aki az Isten útján megy, a Tóra és a micvák hébere, és lett a politikai, állami, nemzeti héber. És ezért értjük, amikor Jónás,
amikor mondta, hogy én Héber vagyok, és az Isten szavát betartom, nem volt elég mondani, hogy én Jónás vagyok Héber, mert a Héber az lehet egy politikai dolog is, hogy onnan származol. És ezért neki el kellett magyaráznia, hogy én az igazi Héber vagyok. És most van az, hogy áttérünk Purim történetében. Purim történetében volt egy nagyon gonosz Hámán nevű ember, és nagyon érdekes, hogy többen észrevették, hogy a Hámán és a Hamász hasonló betűkből áll. Kívánjuk, hogy ugyanúgy győzzük meg a Hamászt, mint a Hámánt. A Hámán egy nagyon fontos ember lett a birodalomba, Ahasvéros birodalmában, és eldöntötte, hogy mindenkinek le kell hajolnia előtte. Csak hogy a Mordechai ezt nem fogja megtenni. És akkor kérdezik a szolgák, miért nem tartott be a király szavát? Mordechai azt mondja, hogy azért, mert én zsidó vagyok. Most már nem héber, hanem zsidó. És itt a Hámán nagyon mérges lesz, és azt mondta, hogy ő meg akarja ölni nem csak Mordechait, hanem az egész zsidó népet, mert elárulták neki, hogy ki a Mordechai népe, és ezért meg akarja ölni az egész zsidó népet. Eddig héberek voltak, most hirtelen zsidók. Mi a különbség? A Hámán, ő egy nagyon fontos politikai figura volt, volt neki rengeteg héber barátja, aki ugyanúgy élte az életét perzsa kultúrában, mint a Hámán, ugyanúgy öltöztek, ugyanoda jártak, ugyanazt ettek, stb. És ők szívesen lehajoltak Hámán elé, ha ezt kérték tőlük. Hámán nem értette, hogy miért más a Mordechai. Ő is héber, és ő is egy politikai figura, tud rengeteg nyelven, van sok kapcsolata fontos emberekkel. Mi a különbség a Mordechai és a többi héber ember között? És erre elmagyarázták neki, hogy az a különbség, hogy a Mordechai ő nem csak héber, hanem ő zsidó. Mit jelent ez? A héber az egy politikai szó, az valaki, aki valahonnan származik, nem tudjuk, hogy mibe hisz, és mindegy, hanem ez csak azt jelenti, hogy ő innen és onnan jött. De az, hogy zsidó, az azt jelenti, hogy ő hisz az Istenben, és ő betartja a Tórát, és csinálja a micvákat, büszkén, és szívesen feláldozza az életét erre, ha van szükség rá. És amikor a Hámán ezt meghallotta, azt mondta, hogy ha vannak ilyen zsidók, akkor én az összes zsidó embert meg fogom ölni. És akkor a Hámán eljött az Ahasvéros királyhoz, és mondta neki, Ahasvéros királyom, van egy nép, aki szét van szorva az egész birodalomba, és nem csinálják azt, amit a király kér, nem helyesen viselkednek, szívesen fizetek sok pénzt azért, hogy a király megengedje, hogy megöljük ezeket a fura embereket, és az Ahasvéros szívesen odaadta a gyűrűjét. Mit jelent az, hogy nem tartják be a király szavát? Az első magyarázat az, hogy a Hámán azt mondta róluk, hogy nem fizetik az adókat. A másik magyarázat az, hogy ezek a zsidók soha se dolgoznak. Most sábát van, most peszák van, most megint sábát van, most megint peszák van. Mindig van valamilyen ünnepük, amikor mi megyünk dolgozni, és a zsidók ünnepelnek. Ez volt Hámán problémája, hogy a zsidóknak van egy hite. Ugye eleinte, amikor a Hámánnak volt rengeteg héber barátja, ő nem tett különbséget a héber és a perzsa barátok között. De most, hogy ő érti, hogy a héberek azok tudnak vallásilag is kapcsolódni, zsidók is tudnak lenni, most már az összessel nem akar semmi kapcsolatot, mindenkit kirúgott fontos pozíciókból, ellopta a drága vagyonukat,
kirúgták őket a szép házakból, ahol éltek ott a fővárosban, és eszükbe jutatták, hogy igenis ők részesek a zsidó népnek. És akkor az Eszter megkéri a Mordechájt, hogy szedje össze az összes zsidót, és böjtöljenek, imádkozzanak. Ebben az időben a Mordechai felpumpálta a zsidó oktatást, összeszedett ahány gyereket csak talált, ami összesen 22 ezer volt, és őket tanította Tórára, és imádkozott velük. Mindenki benne volt ebben, mindenki szeretett volna tenni ezért, mindenki szívesen feláldozta az életét azért, feláldozta volna az életét azért, hogy jó zsidó legyen. Abban a pillanatban ez a láng begyulladt. Ez a spirituális helyzetre egész pozitívan hatott, visszakapcsolódtak spirituálisan az Istenhez. Természetesen a Hamannak nem sikerült ez az egész dolog, és a zsidók meglettek mentve. És az Eszter könyve vége fele az van írva, hogy ezek a napok meg vannak emlékezve, és be vannak tartva minden generációban, minden családban, minden országban, minden városban, és ezek a purimi napok nem fognak elfelejtve lenni a zsidók közül soha. A legfontosabb szó ebben a mondatban az, hogy zsidó. Ha vannak zsidók, akkor emlékezni fognak a Purimra. Az, hogy összeszedték magukat, mint zsidók, nem csak mint héberek, hogy Izraelből származunk, és Jákob volt a dédnagypapánk, hanem mint vallásos zsidók, az, ami adta nekik az erőt ebben a nehéz pillanatban megnyerni Hámánt. És amikor az előző Lubavitcher Rebbe ezt tanította, akkor azt kívánta, hogy ugyanúgy sikerüljön nekünk is 1941-ben, hogy mindannyian legyünk jó zsidók, és legyen ez az Európában lévő zsidóknak a javára, mert akkor volt a holokauszt. 30 évvel később a Rebbe ezt a tanítást bővítette egy purimi Fahrbrengenen. És azt mondja, igenis, egy érdekes dolgot látunk, hogy hirtelen a hébereket elkezdtük hívni zsidónak. És mit jelent az, hogy zsidó? Az a szó, hogy zsidó, az a jehudi, az a Jehuda szóból származik, vagyis Jehuda törzséből. Először, amikor találkozunk ezzel a szóval, akkor a Mordechájjal ismerkedünk meg, mondjuk, hogy Mordechaj volt zsidó, és akkor eszünkbe jut, hogy esetleg ez azt jelenti, hogy Jehuda törzséből származott. Nem. Az van írva róla, Isjemini, ő Benjaminnak volt a leszármazottja. Jó, de akkor miért hívták zsidónak Mordechájt? Elsősorban mindennek van egy alap magyarázata, amit héberül úgy hívnak, hogy psát. A mély magyarázatok nagyon érdekesek, nagyon van benne sok inspiráció, de tudni kell az alap magyarázatokat, a sima, egyszerű szinten. A sima, egyszerű szinten, hogyha a Mordechai Benjamin törzséből származott, miért hívták Jehudi, miért hívták zsidónak, ami a Jehuda szóból származik? Azért, mert a zsidó nép két birodalmat állított fel Izraelbe, volt Izrael birodalma és Jehuda birodalma. Jehuda birodalmában volt Jehuda törzs, Benjamin törzs és egy kis rész a Lévi törzsből, és az összes többi törzs Izrael birodalmában volt. Tehát, mint egy Benjaminos ember, ő a Jehuda király alatt volt, és ezért hívták őt Jehudi zsidónak. De ez csak magyarázza, ez csak azzal segít, hogy miért hívták a Mordechai zsidónak, de az nem segít azzal, hogy miért hívták az összes zsidót zsidónak. Az Ahasvéros az egész világon volt király, tehát nem létezik, hogy csak
a Jehuda birodalmából voltak zsidók, amikor azt mondjuk, hogy az összes zsidó az egész világon, ez biztos mind a 12 törzsre vonatkozik, mivel az Ahasvéros mindenki felett uralkodott. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az összes Susánba és Perzsába és környéken lévő zsidó, nem mondhatjuk azt, hogy ők mind Jehuda birodalmából jöttek, mert az Ahasvéros az egész király, az egész világ felett uralkodott, és az egész világban pedig volt mind a 12 törzsből. Azt se lehet mondani, hogy azért hívták mindenkit zsidó, azért hívtak mindenkit zsidónak, esetleg azért, mert hogy jött Szanhérif király, és összekeverte a világot, és lehet, hogy most már senki se tudta, hogy milyen törzsből származik. Nem létezhet, mert Purim történet után, amikor az Ezra és a Nehemia segített a zsidó népnek visszamenni Izraelbe, sokan hozták magukkal a könyveket, a tekercseket, amin le volt írva, hogy honnan származnak, kinek a leszármazottjai ők, milyen törzsből származnak. Mindenki tudta, hogy ők Kohen, vagy Lévi, vagy semeik, és ennek ellenére, hogy mindenkinek megvolt a törzse, hogy milyen törzsbe volt, ennek ellenére zsidóknak hívták. De akkor miért hívunk mindenkit zsidónak? Mert a zsidó a Jehuda szóból származik, és mi a köze? A Talmudban az van írva, hogy bármilyen olyan ember, aki megtagadja a bálványimádást, őt lehet zsidónak számítani. Tehát a zsidó az nem konkrétan az, aki a Jehuda törzsből származik, és nem is jelent semmit arról, hogy milyen törzsből származik, lehet Kohen, lehet Lévi, lehet sima zsidó. Mindenkit zsidónak hívunk abban a pillanatban, hogy ő képes letagadni a bálványimádást. Jochanan rabbi azt mondja, Mordechai Benjamin törzsből származott. Miért hívták őt Jehudinak? Miért hívták őt zsidónak? Azért, mert ő megtagadta a bálványimádást, és bárki, aki megtagadja a bálványimádást, neki jár, hogy hívják zsidónak. De akkor mit jelent az, hogy zsidó, azon kívül, hogy Jehuda törzsből származik? Az a szó, hogy Jehudi, az abból a szóból származik, hogy Hoda'a. És egyébként a Jehuda szó is ebből a szóból származik, Hoda'a, ami az elismerés. Az elismerés az lehet köszönetmondás, mint zsidók mindig meg kell köszönnünk az Istennek mindent, amit csinál nekünk, de elsősorban azt jelenti, hogy elismerés. Tehát az az ember, aki elismeri a Tóra igazságát, és megtagadja a bálványokat, ő tud zsidónak számítani. És ez az összes héber ember az egész világon, mert minden zsidó ember, mindegy, hogy milyen szinten van, ha eljön egy olyan pillanat, amikor azt mondják neki, hogy térj át a vallásodról, hajolj le a bálvány előtt, hogy meg fogunk ölni, nem fogja megtenni, mert minden zsidó szeretne kapcsolatba lenni az Istennel. Ahogy mondjuk, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy. Van egy egység közöttünk és az Isten között, amit minden zsidó meg szeretne tartani. És senki se szeretne elvágni ezt a kapcsolatot. Miért fordul elő az, hogy valaki tud egy bűnt elkövetni? Azért, mert elképzeli, hogy ez nem rontja el az ő zsidóságát. De ha van valami, ami egyértelműen elrontja az ő zsidóságát, az ő kapcsolatát az Istennel, azt nem fogja megcsinálni. És két lábon nagyon magabiztosan le fogja ezt tagadni. Vagyis ki az a zsidó, aki elismeri, hogy az Isten az igazi, és ki ez az összes zsidó. Ha eljön egy olyan pillanat, hogy ott áll egy ilyen szituáció előtt, minden zsidó ember az Isten mellé fog állni. Előfordul, hogy bűnöket követünk el itt-ott, nem mindig vagyunk szuperek minden szempontból, de ezt csak azért engedjük meg magunknak, mert azt képzeljük el, hogy ez nem zavarja meg a kapcsolatunkat az Istennel.
De ha megértjük, hogy van egy olyan cselekvés, ami meg tudja ezt a kapcsolatot, el tudja vágni, azt nem fogjuk megcsinálni, és még képesek vagyunk ezért meg is halni. Ezért hívják a zsidókat ezt a könyvébe zsidóknak, mert ez volt a Hámánnak a utálatának az egész magyarázata, hogy őt nem zavarta, ha vannak kulturálisan héber emberek, őt azt zavarta, hogy ha vannak vallásilag zsidó emberek. És ez egyébként ugyanúgy elmagyarázza az összes antiszemitizmust, ami van sok éven, minden generációban, hogy az antiszemiták az összes zsidót utálják, nem csak a vallásosokat, hanem az összeset, és nincs különbség a vallásos és a nem vallásos között, mert ők rájöttek, hogy a szívünk mélyében mind ugyanolyanok vagyunk, nem fogunk lehajolni egy bárvány előtt, nem fogjuk saját akaratunktól leszakítani magunkat az Istentől. És amikor a zsidók Perzsában ebben a nehéz helyzetben kerültek, mindenki a zsidóságuk mellé állt. Ami egy nagyon különleges dolog. És semmi köze ahhoz, hogy milyen törzsből származtak, tehát az, hogy jehudi, az, hogy zsidó. Igaz, hogy eleinte a Jehuda törzs nevében származott, de utána mindegy, hogy melyik törzsből vagy, úgy, amikor például, amikor építették a Miskánt, a szentélyt a sivatagban, hogy a két felelős érte, az egyik a Jehuda törzsből volt, ami egy fontos törzsnek számít, a másik a Dán törzsből volt, ami egy nem fontos törzsnek számít, de mind a kettő együtt dolgozott, és ugyanannyira fontos volt, mert nem törzs szerint, és nem háttér szerint bíráljuk az embereket, hanem tényleg az igazi értékükért, és ugyanúgy, ahogy a Becalel és a Oholiáv tudtak együtt dolgozni a különböző háttér mellett, hasonlóképpen vagyunk mi is az egész néppel, hogy nem az a lényeg, hogy honnan származol, hanem az, hogy ki vagy. És ami ugye nagyon-nagyon különleges, hogy az, hogy ami Mordechai eleinte egyedül volt zsidó, Eszter könyve elején, mire elérjük a könyv végét, már az egész nép zsidók. Vagyis az egész nép kapcsolódik vallásilag az Istenhez, a Tórához, és szívesen feláldozzák az életüket erre, hogyha van rá szükség. De mi ennek az egész dolognak a lényege? Azt mondja a Rebe, ez egy nagyon gyönyörű pillanat, amikor mindenki azt mondja, hogy igen, a veszélyben és a legkritikus helyzetekben, igen, én is zsidó vagyok, én is zsidó vagyok. De utána mi ennek a praktikus, mi a praktikus dolog, ami kijön ebből az egészből? Azt mondja, hogy ez a pillanat, amikor felébred ez a zsidó lélek, ezt a pillanatot utána kell valahogy lehozni az egész testünkbe. A testünkben van 248 szerv és 365 féle izom. Miért? Mert 248 tevőleges micva van, és 365 nem tevőleges, tiltós micva. És az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy valamit szeretnénk az egész testünkbe behozni, szeretnénk, hogy minden micvát betartsunk. Vagyis, ez egy nagyon jó dolog, hogy a veszély pillanatában feláldozzuk az életünket a zsidóságunkért, de ez nem elég. Ebből utána ezt az energiát valahogy át kell vinni a mindennapi életünkben, a sok-sok-sok micvával kifejezni. És pont ezt jelenti az, amikor írva van, hogy a zsidóknak volt fény, öröm, ujjongás és becsület. Lejehudim hajtá orá veszimchá veszaszon viká. Mit jelent az, hogy a zsidóknak, vagyis abban a pillanatban, hogy vállalták a zsidóságukat, volt nekik fény. Mi az a fény? Ez a Tóra. Miért? Mert a Hámán azt parancsolta nekik, hogy ne tanuljanak Tórát. Volt nekik öröm. Mi az öröm? Ezek az ünnepek.
eldöntötték, hogy be fogják tartani az összes ünnepet. Volt nekik ujjongás. Mi ez? Ez a körülmetélés, mert ezt is betiltotta a Hámán, és volt becsület, a becsület az a tfilin, ami becsületet, egy tiszteletet hoz ránk, főleg a tfilin, amit a fejre szoktak tenni. Vagyis abban a pillanatban, hogy ők jehudim, hogy ők zsidók, és vállalják ezt az identitást, és tényleg a mindennapokban vállalni fogják, akkor abban a pillanatban van nekik ez a sok áldás, amit kapnak érte. Manapság is sajnos a zsidó nép egy új veszély ellen áll. Van még egyszer egy olyan emberek, akik mindenáron meg szeretnének ölni minket. És igen, az első pillanatban mind kiállunk, hogy mi büszke zsidók vagyunk, és mi nem fogjuk engedni. De mit tudunk csinálni, ahogy telnek, múlnak a napok és a hetek, és ahogy közeledik Purim ünnepe? Tanuljunk Purim ünnepétől. Purim ünnepének az volt a lényege, hogy a végén mindenki vállalta a vallást, vállalták a Tóra tanulást, az ünnepek betartását, a tfilint, a körülmetélést. Mi is keressük, hogy hol van a mi életünkben az, amit tudunk vállalni a zsidóságunkkal kapcsolatban, ami meg fog erősíteni mindannyiunkat, mint egy nép, és ez erőt tud adni, és áldást tud hozni olyan zsidóknak is, akik nagyon messze vannak tőlünk. Kívánok mindenkinek, messze fizikailag, kívánok mindenkinek, hogy legyen egy nagyon boldog Purimunk. A boldogság az minden határt el tud törni, a boldogság az egy nagyon fontos és pozitív dolog a zsidóságban, akkor is, ha nehéz időszakokban vagyunk, úgyhogy igyekezzünk boldogak lenni Purimkor, és reméljük, hogy ez a boldogság áldást fog hozni az Izraelben lévő zsidóknak, és mindannyiunknak. Köszönöm szépen, nagyon boldog Purimot kívánok, szombat este kezdődik, vasárnap estig, és jövő héten visszatérünk a rendes tanulásra. Opá, jövő héten, de tudok tanítani jövő héten, csak nem itthonról, jó? Jövő héten valószínűleg a női érzékenységről fogunk beszélni, vissza fogunk menni a atyák tanításai könyvében, és onnan fogunk valószínűleg tanulni, de ha van más ötletem, akkor lehet, hogy váltani fogok az utolsó pillanatban. Mindenképpen igyekszek jelentkezni, és fogunk tanulni. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és találkozunk.